Király város számára rendkívül fontos a Szent István Bazilika. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az egyházmegye, illetve a város, sőt, hát azt gondolom, hogy a Magyarországnak kellett elhatároznia, hogy a koronázó város kellős közepén ezt a bazilika felújítassék. Melyek voltak az első lépcsők, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a 18. századig kell visszamennünk ahhoz, hogy megértsük, mit jelentett ez Székesfehérvár számára. Valóban az épület mai formája, ahogy itt most körülöttem látszik, javarészben a 18. század, kisebb részben a 19. században alakult ki, nyerte el ezt a formát. Ahhoz, hogy a felújításról tudjak beszélni, kicsit az időben előre kell ugranunk. Ugye 2014-ben volt egy hát elég kellemetlen hír, amikor kiderült, hogy a Székesegyház tetőszerkezete megrodjant, és életveszélyessé vált az épület. Ezt követően Magyarország kormánya és Székesfehérvár önkormányzata segítségével az egyházmegye teljes külső felújítást el tudta végezni, amely 2016-ban ért véget, és egy nagyszabású ünnepséggel köszöntük meg a támogatóknak, a városnak a sok segítséget. És hát már akkor láttuk, hogy a belsővel is foglalkozni kell, hiszen egyrészt érintette a külső statikai probléma, tehát az épületnek a statikai problémái érintették a belsőt, másrészt pedig hát több mint 50 éve tulajdonképpen teljes belső felújítás, vagy teljességre törekvő belső felújítás nem történt, sőt valójában mondhatom, hogy az a program, amit aztán 2015-16 során, illetve egy kicsit még 17-ben is sikerült megterveznünk, ez egy nagyon komoly kutatási program volt, ez előre vetíti azt a előttünk álló több éves folyamatot, amelynek a végén teljes Székesegyház belseje meg fog újulni. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a padlótól a körülöttem látható fantasztikus mennyezetképekig mindent szeretnénk eredeti pompájába helyreállítani. A története az épületnek, amivel ugye kezdtük a beszélgetést, távolra nyúlik vissza. A középkori alapokon tulajdonképpen sok-sok nehézség során ez főleg anyagi áldozatokat jelentett. Székesfehérvár város lakossága 1768-ra tudta befejezni ennek a korábbi templomnak a megújítását, felújítását, és tulajdonképpen ezt a tettet, miszerint a itt Székesfehérváron élő polgárok sok-sok pénz, idő, energia ráfordítással saját plébánia templomukat egy gyönyörű templommá varázsolták. Ezt 1768-ban, itt a fölöttem a karzatíven látható dedikációs feliratban örökítették meg az utókornak. Ez, ha visszaszámoljuk, pontosan 250 éve történt. Ez is, ha jól tudom, az egyik oka annak, hogy Székesfehérvár az idejében a barokk évét ünnepli, hiszen ez a templom, ez a város temploma, ennek a befejezése pedig városunk történelmében is egy fontos határpont volt. Aztán a templom persze élte tovább életét a történelem folyamán. 1866-ban nyerte el ezt a belső formát, amit most láthatunk, nagyjából ez a műmárványozott felület, amit itt körben látunk a hajóban, ez akkor készült el. Itáliai mestereket hívott ide Pauer János, későbbi székesfehérvári püspök, akik a kor legmagasabb színvonalán készítették el ezt a szép burkolatot. A 18. században sem akárkik dolgoztak ebben a templomban. A mennyezet képeket Johann Ignác Cimbál készítette, akit Bécsből hívtak Székesfehérvárra, illetve ugyanő festette az oltárképeket, amelyek most nem láthatóak itt a templomban, hiszen történetük során először kikerülnek ebből a térből, és Székesfehérvár, illetve a tágabb nagy közönség számára a Csók István képtárból lesznek megtekinthetőek. 2014-től 2016-ig folyt a bazilika külső felújítása, és az ünnepségen volt szerencsém itt lenni, és akkor az egyházmegye képviseletében Spányi Antal, excellenciás úr, Soltész Miklós, a kormányzat, illetve Cserpakovics András polgármester is arról beszélt, hogy teljes az összhang abban, hogy mielőbb meg kell, hogy újuljon
a belső is. Én azt gondolom, hogy ez az összhangozhatta létre ezt a munkát, illetve a terveket. Hogy választják ki a kivitelezőt, hiszen ez egy rendkívül fajsúlyos feladat. Igen, valóban enélkül a összhang nélkül kormány, önkormányzat és természetesen a tulajdonos egyház szakemberei, vezetőinek és szakembereinek az együtt munkálkodásának az eredménye az, hogy hamarosan kiírásra kerül egy közbeszerzés, hiszen állami támogatásból valósul meg ez a rekonstrukció, tehát közpénzt fordítunk ennek az épületnek a felújítására, és ezt közbeszerzésen lehet, egy erre való vállalkozót közbeszerzésen lehet kiválasztani. Magát a folyamatot, a kutatást, ami megelőzte ezt a közbeszerzést, azt hiszem, hogy példaértékűnek állíthatjuk mások számára is, hiszen tényleg a jó gazda gondosságával az egész templomnak a történetét forrásokban, illetve maguknak a műtárgyaknak a történetét pedig itt helyi kutatással vizsgáltuk meg, és ez alapján kialakult egy nagyon pontos program azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el attól a nyertes kivitelezőtől, vagy kivitelezőktől, akik majd ezt a közbeszerzést megnyerik, és a városunk féltve őrzött kincsét újra abban az állapotban tudják varázsolni nekünk, amelyben 100, illetve 250 éve volt. Reich Szabina vezetésével jelenleg is folyik a bazilika környékén, tehát a II. János Pál téren, illetve a kápolna előtt már befejeződött az ásatás. Én azt gondolom, hogy számos olyan örökbecsű történelmi emlék bukkant felszínre, amelyről eddig nem tudtunk, és ha minden igaz, akkor itt bent a bazilika belső terében is megkezdődhet az ásatás. Mit várnak ettől a régészek? Most nyilván nem a régészt kérdezem. 2017-ben mindkét kápolnában, melyek itt az előcsarnokból nyílnak, ásatást végeztek a Szent István Király Múzeum szakemberei, Reich Szabina régész vezetésével. Az ásatás során elég egyértelmű nyomokat találtak arra vonatkozóan, hogy az a bizonyos négykaréjos épület, amelyet minden fehérvár ismer a Székesegyház előtt, és a Székesegyházat megelőző középkori templom, valaha összeköttetésben állt. Most ezt az összeköttetést tisztázzák az épület előtt folyó ásatások során, illetve magát a négykaréjos épületet is tudomásom szerint teljes mértékben felterjek. De az biztos, hogy ez az épület, ami itt állt, az a középkori épület, ami itt állt a Székesegyház helyén, az tovább folytatódott kelet felé, tehát ahol most állunk, körülbelül ezen a ponton lehetett annak az első szintén két tornyal rendelkező templomnak az apszisa, amelyet megpróbálnak most a régészek megfogni. Tehát tulajdonképpen az utolsó hiányzó láncszem itt a már elbontott padok alatti burkolat alatt található, amellyel remélhetőleg a régészek be fogják tudni bizonyítani, hogy itt Székesfehérvár belvárosának közepén, tehát a belváros legkiemelkedő pontján egy gyönyörű, nagyméretű, nagy kiterjedésű középkori templom állt, amelynek a kontúrját, amelynek a körvonalait, alapját talán most először meg is fogják tudni találni, dokumentálni fogják, és innentől kezdve ez közkincsé tud majd válni. Úgy keretbe zárjuk a történetet, ugye a közbeszerzési eljárás jelenleg is folyik, nyilván egy ilyen nagyévű munkához remek szakemberekre van szükség. Hol tart a közbeszerzési eljárás, és ennek tükrében mikor kezdődhet meg a munka? A munka néhány hónapon belül, ahogy az eljárás lezárult, tehát eredményt tudunk hirdetni, és a kivitelezőkkel szerződést tudunk kötni, elkezdődik, és ezt követően legalább 4 évre prognosztizáljuk a munka hát végét, de ugye ezt majd csak akkor fogjuk tudni pontosan megmondani, hogyha már mindkét fél aláírta azt a bizonyos szerződést, amire már nagyon várunk, hogy elindulhasson a munka, és hát a munka megkezdése előtt a régészeti ásatásnak be kell fejeződnie, hogy át tudjuk adni a munkaterületet majd a kivitelezőnek, aki reményeink szerint hamarosan nekilát a munkának. Tudjuk régről, hogy a múzeumi szakembert a kihívások éltetik. Én azt gondolom, hogy ez valóban kihívás, hiszen a Szent István Bazilika tárgyainak, illetve a képeinek, freskóinak valamennyi felújítása
alatt egy olyan tárlatot kell létrehozni, ahol méltó módon lehet megmutatni mindazt a csodát, ami a 18. századtól a bazilikát díszíti, milyen tervekkel várnak neki, hiszen ehhez nyilván nem elég a terv, hanem a megvalósításhoz eszközök is kellenek. Hát a Szent István Király Múzeumot a bazilika teljes története érdekli, nem véletlen, hogy már most folynak az ásatások a bazilika előtt, a középkori történetet, először a négykaréjósét, majd a templom belsőben a középkori templomnak, plébánia templomnak a történetet fogja tisztázni. De a barokk év lehetőséget adott arra, hogy a bazilika jelenleg futó felújítása alatt ott kibontandó műtárgyakból egy nagy kiállítást hozzunk létre. Ez a kiállítás, ahogy mondja, ez egy komoly kihívás, borzasztó nagy kihívás. Folyamatosan dolgoznak a szakembereink már itt a kiállítás építésben hetek óta, és még a következő 3 hétben is folyamatosan folyik a munka. A hátam mögött látszik, hogy az első és legnehezebb feladat volt a műtárgyak átszállítása. Ugye ezek 250 éve mozdítatlanul álltak a helyszínen, és most át kellett idehozni, ennek megfelelő infrastruktúrát kellett itt megteremteni, zsilipelni kellett a tárgyakat, és majd a zsilipelés lejárta után, itt láthatók mögöttem a zsilipelés eszközei, amivel a páratartalmat, hőmérsékletet próbáljuk a bazilikához képest fokozatosan átállítani a Csók István képtár páratartalmára és hőmérsékletére, kerülnek majd be véglegesen a tárgyak a kiállítás helyszínébe, és remélhetőleg augusztus 3-án már a publikum láthatja őket. A szakrális kultúra nagyon-nagyon fontos részei a tárgyak, a templomi tárgyak, fali képek. Mi lesz a tematikája a kiállításnak? Hogyan sikerül ezt majd úgy összehozni a Csók István képtárban, hogy egyik oldalról a múzeális jellegét is megmutassa, a másik a szakrális jellege is megmaradjon? Hát rengeteg vetülete lesz ennek a kiállításnak. Lesz természetesen a legegyszerűbb, hogy bemutatjuk azt, hogy hogyan történik a restaurálás, ez a legkevésbé izgalmas rész szerintem. A következő nagy tétel, amit a bazilikába járó eddig még sosem tapasztalt, hogy műtárgyként tekinthetünk majd ezekre a tárgyakra. Tehát ugye a Csók István képtár jellegzetesen képzőművészeti kiállítások helyszíne, és most bekerül egy olyan műtárgy együttes, ami leginkább alkalmazott művészetként volt eddig a bazilikában. Itt most olyan módon fognak tárgyalásra kerülni ezek az elemek, mint egy képtárban. Ez tehát a második jelentésréteg. A harmadik jelentésréteg pedig a legfontosabb. Ez magának az egész együttesnek az egykori mondani valója. Ugye nem véletlen az lesz a címe a kiállításunknak, hogy Barokk Mennyország. Tehát ez a transzcendentális világkép, ami a barokkban rendkívül erősen megvolt, ez leköltözik a földre, leköltözik a Székesegyházba, és most ennek a részleteit, ennek az összefüggésrendszerét, liturgikus hátterét, vallási hátterét, ami természetesen kiegészült Székesfehérváron a Szent István kultusszal, fogja bemutatni ez a kiállítás. Olyan apróságokat fognak tudni a látogatók megismerni, amiket csak egy nagyon részletes vezetés során ismernek meg a Székesegyházban. Apró összefüggéseket, történeteket, attribútumokat fognak megismerni a nagy szokásos művészeti összefüggések, tehát szerzői dátum mellett. Tehát ez szerintem ilyen módon egy rendkívül izgalmas összetett, egyébként azt gondolom, hogy a látogató számára is viszonylag komoly kihívást jelentő, rendkívül reprezentatív, elegáns kiállítás lesz. Elég, ha mögém néznek és látják ezt a csillogó, rendkívül megnyerő műtárgy együttest, akkor már ebből lehet látni, hogy ez milyen szintű lesz. Ha fölmegyünk az emeletre, látszódnak ezek a hatalmas oltárképek, tehát maga a volumene is, amit az egykori barokk művész a Székesegyházba telepített, az most itt ezen a területen egészen más perspektívában fog megmutatkozni. Esett szó a restaurátori munkáról, nyilván amikor elkezdik, akkor kiderül, de milyen állapotban vannak ezek a műtárgyak most? Hát ezek a műtárgyak alapvetően restaurálásra szorulnak. A látogatók fogják tapasztalni, hogy amiről Smohai igazgató úr az előző részben beszélt, hogy több éves kutatás van a tárgyak restaurálása előtt a kutatók háta mögött. Ezek most restaurálatlan állapotba kerülnek ide, ezért a látogatók fognak látni kutatóablakokat, megtisztított felületeket, számokkal jelölt kis ablakokat, amik jelzik a különböző stádiumait ezeknek az alkotásoknak.
Viszont ami a nagy tervünk, hogy amikor befejeződik ez a kiállítás, elvonulnak ezek a restaurálatlan tárgyak innen, restaurálásra kerülnek, és pár év múlva ugyanígy vissza fognak térni a csókba, és bemutatjuk azt, hogy a restaurálás után hogyan kapják vissza eredeti fényüket, ami egészen meglepő változás lesz ahhoz képest, amit most láthat a közönség.